igazából úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó platform arra, hogy megmutassuk magunkat Szegeden, és hogy felfigyeljenek ránk, hogy utánunk nézzenek, hogy meghallgassák a zenénket. Úgyhogy ez volt az elsődleges motiváló, meg hát egy megmérettetés, amin jó részt venni, más zenekarokkal ismerkedni. Úgyhogy ez mindenféleképpen elsődleges motiváció volt, azt hiszem. A tehetségkutatónak a nevében is benne, hogy amatőr zenekarokat keresti, úgy mutattuk a színpadon, mint akik abszolút nem amatőrök. Hát köszönjük szépen, ez nagyon nagy elismerés, és bók, köszönjük. Hát igazság szerint mondhatjuk az amatőr zenekarnak azért, a most induló elég friss bandánk van. Persze, ettől függetlenül mindenki törekszik azért a legjobbat nyújtani, és úgy érzem, hogy jó úton haladunk e felé, úgyhogy reméljük, hogy ez megváltozik. Én azt olvastam, hogy van azért zenei múltatok, tehát többen több formációban is játszottatok. Igen, mindannyian zenélünk elég régóta. Majdnem mindenki más műfajból jött igazából, de lehet, hogy pont emiatt annyira jó íze lett az egész zenekarnak, hogy egy kicsit így megfűszerezte ezt, hogy mindenki máshonnan jött. Abszolút egymásra találtunk, úgy érezzük. Igen, ezt akarom kérdezni, hogy találtok egymást, hogy mindenki más műfajból, akkor ti honnan ismeritek egymást, hogyan lett ebből az öt különböző emberből egy ilyen jó csapat? Én körülbelül egy ilyen jó másfél éve találtam ki, hogy én szeretnék egy zenekart, úgyhogy Jónás Peti barátom írja a szövegeket, és megkerestem Úrhegyi Palit, aki a basszusgitárosom, és több mint egy fél évet vártam arra, hogy na valaki majd csak jön még hozzá, és úgy hozta a sors, hogy majdnem karácsonyi ajándéknap kaptam az egész zenekart, legalábbis a fiú részét, a fiú szekciót, és utána még éreztük, hogy valami kell a zenekarba, egy hangszer, és billentyűsben vagy gitárosban gondolkodtuk, még nem tudtuk, és egyszer csak kipattant az isteni szikra, hogy Pesti Vikire lesz szükség, úgyhogy így márciusban csatlakozott hozzá. Beszéljünk egy picit a Cseh Tamás programról, hiszen támogatottak vagytok ebben a programban is, és ennek szintén az a feladata, vagy koncepciója, hogy segítse az induló kezdő zenekarokat, hogy megismerdesse a közönséggel őket. Erre a pályázatra hogyan találtatok rá, miért pályáztátok meg, és hogyan tudjátok felhasználni az innen kapott forrásokat, vagy segítségeket? A pályázatot azt az egyik barátom küldte át, és körülbelül egy hét, másfél hét alatt dobtuk össze, írtuk meg az egészet. Szóval nagyon-nagyon gyorsan ment az egész, és nagyon-nagyon örültünk annak, hogy az az energia, amit korábban belefektettük, az egy ilyen hátszelet, egy ilyen löketet kap már igazából a kezdeteknél, mert akkor még nem volt egy éves a zenekar. Sayon Bond,
túl vagyunk a lemez felvételen, készítünk egy 10 dalos lemezt, elég jó körülmények között, hála jó Istennek, és egy plusz remixet, így van. Videoklip is készülőben van, igazából utómunkálatok vannak hátra, plusz mindenféle egyéb dologra felhasználjuk, de a lényeg az, hogy ami nagyon fontos, az egy jó lemez, elég erősnek érezzük, hál' Istennek jó lesz, meg a videóklip. Előtt otthon készülgettem és hallgattam a zenéteket, nagyon fülbemászó, nagyon magával ragadó, tehát a zsűri is megerősített, hiszen mind a négy zsűritag csak pozitív dolgokat mondott. Milyen ez a visszajelzés, mennyire erősít, meg mennyire segít iránymutatni? Szerencsére a koncertjeinken ezt kapjuk vissza. Tehát az az életigenlés, ami a dalokba beleszövődött, azt a közönségtől mindig visszakapjuk. Úgyhogy szerencsére mondhatom, hogy eddig szinte csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Igen, általában a dalok is akkor vannak úgymond véglegesítve, amikor a kis közönség leteszteli. Tehát általában meg szoktunk nyugodni, hogyha az működik koncerten, akkor nyilván persze az ember még hangszerelget rajta, kicsit helyre rakja ezt azt, de általában működni szokott a dolog. Ja, azt is mondtátok, hogy különböző műfajokból érkeztetek, és senki nem szereti a skatujázást, meg azt, hogy be kell magukat kategorizálni, és most itt három különböző számot hallottunk, talán egy picit különböző stílusban is. Ti hogyan fogalmaznátok meg, vagy hogyan határoznátok meg a zenekarnak a mikéntjét, hogyha valaki meghallja ezt, hogy Eva Pressu milyen zenét játszik, akkor mit kell erre mondani, milyen zenét játszottak? Azért találtuk ki a Pop Underground, vagyis hát nem csak mi, hanem az egyik nagyon jó barátunk ragasztotta ránk. Pont azért, mert hogy valamilyen szempontból populáris is, ahogy mondtad, fülbemászó dallamok vannak, de amellett azért pontosan annak köszönhetően, hogy más gyökerekkel rendelkezünk, van egy kicsit ilyen underground jellege, úgyhogy igazából szerintem lassan minden lesz a zenénkben, csak a rap nem, de szerintem arra se kell sokat várni. Igen, viszont az az érdekes ebben az egészben, hogy amúgy meg így a próbák tök egyértelműek. Tehát annyira így tudja mindenki, hogy mit szeretne a másik, és így teljes egyetértés van. Bye.
Éva Presszó lett a zenekarnak a neve. Én vagyok Éva. Éva Presszó. Igen. Hát sok rétű dolog, volt Kisújszálláson egy Éva Presszó nevezető helyen, onnan származom. Aztán a konyhámat, a szövegírónk nagyon sokat járt hozzám kávézni, beszélgettünk, pálinkáztunk. És ez is arra, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen büfé-presszó jelleg, meg hát igazából egy klubbal ismerjük egymást, úgyhogy nagyon sok szálon fűződünk ehhez a névhez. Céljaitok vannak, hogy azt látjuk, hogy, vagy hallottuk, hogy magyarul énekeltek, ez koncepció-e? Tervezitek-e, hogy esetleg Magyarországon kívül is nyitok és angolul énekelnétek, vagy milyen célok vannak előttetek most? Egyelőre abszolút koncepció a magyarra a szöveg, ezt a legelején megegyeztünk ebben, hogy magyarul kell dalszövegeket írni és előadni is. Úgyhogy, hát a későbbiekben nem tudom, vagy illetve nem tudjuk. Lehet még az is előfordulhat, hogy kacsingatunk kifelé, de ez még nagyon a jövő zenéje. Tehát Petinek annyi szövege van, de számunkra egy akkora forrást jelentő, hogy angol szövegben egyelőre nem gondolkodtunk, mert hogy van annyi jó szöveg, annyi jó vers, annyi jó dal, amit ő már megcsinált, amit úgy először még szeretnénk, hogy végigrágni magunkat a Jónás Péter életművön, és akkor utána megyünk tovább. Hogy tudsz így átszellemülni, hogy ezt nyújtod a színpadon? Minden nap 8 órát alszom. Ennyi. Egymásból, tulajdonképpen egymásból van energiánk. Úgy érzem, hogy ezt mondhatom. Mindenki tök pozitívan áll hozzá. Bennünk van még ez a sung azért is. Nagyon remélem, hogy ez nehezen fog kifogyni belőlünk. Zenekar vagytok ti, és mennyire ismerik már a neveteket a szervezők, tehát fesztiválokra tudtok-e majd eljutni, klubokba hívogatnak-e már, tehát telik-e a koncertnaptár? Ezért jövünk tehetségkutatókra, készül a lemez, tehát azt is szépen küldjük szét, amerre csak lehet, és hát nagyon reméljük azt, hogy minél több fesztiválon fel tudunk lépni a nyár folyamán, illetve a következő évben a klub szezonban, úgyhogy nagyon nagy reményekkel indulunk neki a következő hónapoknak. We'll be right back.
Április 1-e a bolondok napja. A Ronykocsmában ez alkalomból bolondbálat tartanak maszkura és a tücsökraj segítségével. A bárra való tekintettel ügyeljünk a dresszkódra, zakó és cilinder viselése ajánlott. Micsoda férfi ez a nő, nyakamra tekeri a kontját, de szeretem őt, szeretem őt. Katyára cseréli a szoknyát, micsoda férfi ez a nő, nyakamra tekeri a kontját, de szeretem őt, szeretem őt. A Pannonia All-Stars Ska Orchestra a 2012-es Love Master óta most jelentetett meg először stúdióalbumot, sorban az ötödiket, Ghost Train címmel. A lemez bemutató turné szegedi állomása a Jate Klubban április 8-án.